A tavaly évben indult el Szadán egy zöld szemléletű programsorozat, melynek keretén belül február 12-én Kreatív Kuckó néven foglalkozássorozat vette kezdetét, mely minden második hét csütörtök délutánján várja az alkotni vágyókat. Honnan jött a Kreatív Kuckó ötlete? Szinte az előterünk kihasználtsága kínálta ezt az ötletet. Mindig is vágyam volt, meg a szakmai felfogásom szerint is, hogy egyfelől spontán bevetődő emberek találjanak valamit, ha megérkeznek a házba, amíg valamilyen programra várnak. Ez az egyik fele. A másik pedig az, hogy elindult nálunk egy zöld szemléletű programsorozat, ami egyfelől felnőtteknek előadás, másfelől a gyerekeknek szeretnénk olyan technikákat, technológiákat megmutatni, ami a különböző hulladéknak szánt újrahasznosítása tulajdonképpen, és Farkas Varga Edittel találtunk egymásra, aki egyfelől nagyon jó kézben, és másfelől ilyen szemlélettel rendelkezik, és adódott, hogy akkor egy ilyen kreatív kuckó keretében a gyerekeknek tanítsunk, és adjunk ötleteket arra, hogy hogyan lehet hasznosítani a mások számára hulladéknak minősült anyagokat. Honnan jött az az ötlet, hogy újrahasznosított dolgokból kreatívoskodnak a gyerekek? Az én ötletem alapján az önkormányzat és a faluház együttműködésével beneveztünk az Európai Hulladékcsökkentési Hétnek a programjára, és akkor újra hasznosított anyagból készítettünk a gyerekekkel karácsonyfa díszeket, és a falu karácsonyfáját ezekkel a díszekkel díszítettük föl. És ennek a folytatásaként jött az ötlet a Művelődési Ház igazgatónőjével, Zsókával együttműködve, hogy mi lenne, ha egy ennek a vezérfonalnak a mentén kreatív foglalkozásokat tartanánk gyerekeknek. Mert hogy fontosnak tartjuk mindnyájan az újrahasznosítást, a szelektív gyűjtés, a környezettudatosságot. Ez a kézműves sorozat arról szól, hogy újrahasznosított anyagból készítünk a gyerekekkel tárgyakat. A mai nap a papírt helyeztem előtérbe, tehát mindenféle szórólapokból, kidobott újságokból készítettünk tárgyakat papírfonás technikával. Mennyire aktívak a gyerekek egy ilyen programon? Hát a gyerekek nagyon édesek, nagyon ügyesek. Miket csináltál? Csináltam egy napocskát, meg csinálni fogok egy papírgyöngyből készült karkötőt. Miből csináltad a napocskát? Hát papírokat így összetekertem, és akkor azok lettek a sugarai, és sárga kartonból pedig a fejét. Hogyan érzed ma magad? Hát nagyon szép időnk, hát aztán mondhatjuk, hogy szép időnk, de én jól érzem magamat akkor is. Mit készítettél a mai nap folyamán? Csináltam egy napocskát, mert csinálni fogok egy karkötőt. Kinek fogod csinálni ezt a karkötőt? Anyunak. Miből készül ez a karkötő? Hát ilyen pici papírdarabokból, amik ilyen össze van göngyölítve, és ilyen pici golyókból, amik átlukasztottak, és azt kell rá. És csináltál napocskát is, azt miből csináltad? Hogy csináltad? Azt papírból, ilyen újságból a száját, meg a szemét, azt ilyen kartonpapírszerűből a napsugarait, és a fejét pedig kartonból. Mit készítesz a mai napon? Hát egy ilyen gurigás napocska félét. És miből készíted? Papírból. Milyen papírból? Kartonpapírból, meg hát színes lapból. Tudod, hogy mi az a szelektív hulladékgyűjtés? Igen, hogy minden hulladékot külön gyűjtenek, a papírt, meg a fémdobozokat is, meg a műanyag flakonokat is. Otthoni szelektíven gyűjtetek? Nem. Azt tartom igazából fontosnak, hogy a gyerekek már kisgyerekkorukban elsajátítják, hogy természetessé váljon nekik az, hogy környezettudatosan élnek, hogy vegyszer nélkül táplálkoznak, hogy újrahasznosítanak, szelektíven gyűjtik a hulladékot, hogy vigyáznak a környezetükre, hiszen itt élnek. A faluház ennek a programnak a lebonyolítását hogyan segíti, hogyan tudja segíteni? Hát egyfelől ötletgazda, másfelől adja a teret, harmadsorban
az anyagköltséget, ami minimális, mert mondtam, hogy újrahasznosított anyagokat használunk, és azt gondolom, hogy egy ilyen szemléletű programot, ha támogat, akkor a legtöbbet teszi azért, hogy picit környezettudatosabban létezzünk, és ez a gyerekkorban a legérzékenyebb időszak szerintem, úgyhogy ilyenkor jó ezzel találkozni.